Jutka, a Közös út cukorbetegek egyesülete mikor alakult meg? Jó pár éve itt vagytok már a városban, és szervezitek a civil programokat. Bizony, bizony. Jövőre leszünk 25 évesek, és azóta én csinálom ezt az egyesületi munkát, de hát sajnos már fáradékony vagyunk, és nagyon, nagyon szívesen és nagy örömmel csinálom, meg nagy lelkesedéssel. A nevetekből adódóan hozzátok csak cukorbetegek tartoznak? Csak azok járnak a tagsági gyűlésekre, meg az ilyen rendezvényekre? Nem, mert aki ma egészséges, holnap lehet cukorbeteg, és nagyon sokan vannak olyanok, akik anyukám is cukorbeteg volt, vagy a nagymamám, és lehet, hogy én is az leszek ilyen meggondolásból. Milyen jó, hogyha tudok ezekről a dolgokról. Egyébként nem, a cukorbetegség minden embernek egy normális étkezési formát biztosít, mert tulajdonképpen a cukorbetegség kezelése nagyba függ az étkezésünktől, a mozgásunktól, és természetesen a gyógyszeres kezelésektől, de aki még nem cukorbeteg, nyugodtan a cukorbeteg diétát is felveheti, mert tulajdonképpen az lenne az egészséges életmódunk, mondjuk. Áruld el nekem, hogy miről vehetem én észre, hogyha csak gyanú felmerül, hogy cukorbeteg vagyok? Hát a cukorbetegség első tüneteiben felmerül az, hogy a nagy szomjúság, a sok vizelet távozás és viszketegség, rosszul létek is felléphetnek, úgyhogy aki ilyen jeleket észlel, az jobb, hogyha megméreti a cukorját, és orvoshoz fordul. A legtöbb alkalommal attól félünk, én azt gondolom, hogy rögtön az inzulinra térünk át, és azzal kezdjük a gyógykezelést, de ennek van gyógyszeres formája is a kezelésnek, ugye? Természetesen, és nem is ajánlott, hogyha nem gyermek cukorbeteg, vagy nincsenek olyan feltűnő jelei a cukorbetegségnek, akkor nem is szokták mindjárt inzulinra állítani. Az az igazság, hogy előbb tabletta, vagyis előbb megpróbálni. Én mindig azt szoktam mondani, akik telefonálnak, mert nagyon sokan felkeresnek, akik telefonálnak, hogy most mit csináljak, egy kicsit magasabb a cukrom, mondom, diéta és sok folyadékbevitel, elcsépelt dolgok ezek, de azért ez bevált módszerek. Nem kell mindjárt gyógyszerhez folyamodni, 2-3 hónap próbálja ki, hát ha ezzel a fogyás természetesen az nagyon sokat számít, hogyha az ember egy pár kilót lead, az 80-ból lead egy 5-6-ot is, sőt többet is, biztos, hogy mindenféle más betegség, vérnyomás, cukorbetegség és szívérrendszerű betegsége mind besegít, hogyha az ember egy kicsit többet mozog, és lead a kilóiból. Igen, hát most ezt mondjuk általában, de biztos, hogy így van, hogy nagyon sokat számít a betegeknél, illetve az embereknél, hogyha fogyásra szánják el magukat. Népbetegség a cukorbetegség? És Monoron hányan lehetnek? Van-e valamiféle statisztika erre vonatkozóan? Népbetegségnek mondhatjuk, hogy a cukorbetegség igen, nagyon sok embert érint. Én így most nagyjából átgondoltam, hogy hány cukorbeteg is lehet Monoron. Én olyan 3000 és 3000-en fölül satszolom. Igen, igen. Az nagyon sok. Hát 6100 háztartás van, akkor ez azt jelenti, hogy a felében egy személy biztosan van? Igen, igen. Egyébként országos szinten 740 000 cukorbeteg van Magyarországon.
Ez már diagnosztizált cukorbetegség, és előreláthatólag ez a elkövetkező időszakban emelkedik. Említetted a diétát, milyen gyümölcsöket, milyen élelmiszereket fogyasszunk, hogyha egy diétával megpróbálkozunk? Hát a gyümölcsöket mindent, szinte mindent lehet. Hát vannak tilos gyümölcsök, szőlő, balán, amit nem ajánlott. Esetleg pici mértékben meg lehet azért próbálni, vagy meg lehet. Aki már diét, illetve inzulinos vagy tablettás cukorbeteg, az egy kicsit ettől tartózkodjanak. És hát a diéta... Hát kevés szénhidrát, kevés sír, és sok-sok zöldség a diéta, ami a cukorbetegeknek ajánlott. Hát a modernebb étkezési formákat is meg lehet próbálni, köles, burgur, mint köret, sokkal, sokkal kedvezőbb, mint a rizs vagy a burgonya. Hát a burgonya az egy alap élelmiszerünk tulajdonképpen, alapzöldség, de mindenféle újfajta zöldség is be lehet vetni a diétába. És a mennyiség. Igen, hogy ne próbáljunk egy kicsit kevesebbet enni, mérni, hogy ki, mennyi az a tányérra elhelyezhető élelem vagy étel, amit megehetünk. Hát ugye számolni kellene tudni. És az az igazság, hogy itt, ha együtt vagyunk, dietetikus is szokott lenni az összejövetelenken, és megmérjük, hogy most is hoztunk mérleget, megmérjük, hogy mennyi az a kis gyümölcs, vagy mennyi a megfőtt, a nyers rizs, a megfőtt rizs, vagy a nyers bab, és a... De hát ezekkel ugye folyamatosan tisztába tudnak jönni azok, akik eljönnek ide, és egy kicsit tanulnak is. Szerintem a jól edukált cukorbeteg sokkal jobban meg tudja tartani a cukor szintjét is, és hát természetesen, hogy ezzel együtt az élete is kedvezőbb. Milyen sűrűn tudtok találkozni az Egyesület tagjaival? Nyilván ezt a 2 éves Covidot most abszolút ne vegyük bele, mert ez szerintem lerombolta az összes kapcsolattartási lehetőséget, de úgy egyébként hányszor találkoztok egy héten? Nem héten, egy évben. Havonta találkozunk. A nyári szünet van, július-augusztus. Akkor szoktunk egy közös főzést, egy közös botozást, és minden hónap, hát ahogy megkapjuk a termet, és azt előre szoktam kiírni, és akkor kikalkulálni, hogy mikor jó, mikor nem, és hát végül is ez a havi rendszerességgel találkozunk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó, elég is ennyi, csak hát a nyári szünetekre megpróbálunk akkor egy kis kirándulás, egy kis főzőcskézés, akkor is az együttlét. Most nagyon hiányzott mindenkinek az együttlét, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, hogy most találkoztunk még tavaly szeptemberben voltunk utoljára, és meg most. Hát most már lesz lehetőségre. Az általános információk után nézzük a mai délutánt. Ugye egészségnapot szerveztél, és ha jól vettem ki a felhívásból, akkor a szem az elsődleges téma. Miért? A szemvizsgálatot már szerettük volna, ugye október a szem világnapja, illetve világhónapja, és akkor szerettük volna, de hát sajnos a Covid miatt minden tolódott, hát mondom, mindent felülírt ez a Covid, és most meg még a háború is bele játszott ebbe a dologba, mert a Lions klubban közösen ezt a szemvizsgálatokat csináljuk, és hát a buszt, amivel a Lions ezeket a műszereket elhozta volna, vagyis hát elhoztuk volna tőlük, el kellett mennie Kárpátaljára. Hát mondom, nem igaz, hogy még ez sem jön össze.
És hát most a szemvizsgálat volt az elsődleges feladat, és gondoltam, hogy akkor ezzel összekötjük egy kis szűrő, más szűrővizsgálatokat is, ami úgy nagyjából összejött, úgyhogy illetve szűrünk vércukort, koleszterin szintet, vérnyomást, cipősöket hívtunk meg, ott van a legnagyobb forgalom, akkor kaptunk az országos szervezettől egy ilyen kis picike kis gépecskét, amin lehet véroxigént mérni, EKG-t, és ezt is most megcsináljuk a itt meglátogató betegeinknek, úgyhogy hát ennyit tudtunk most elő kaparni, és akkor ez van most. Egy órától tart ez a rendezvény, este 6 óráig, ahogy előzetesen beszélgettük, hány főre számítotok, van-e regisztráció, hogy azért nyomon tudjátok követni, hogy kik jöttek el, és mégis mi lett az eredmény? Regisztráció csak azokat regisztráljuk, akik az Egyesület tagjai, de jöttek külsősök is. Mindenkinek adunk ilyen kis sétáló lapot, ami be van számozva, és úgy nagyjából azért majd a végén tudjuk, hogy hányan vettek részt ezen a szűrővizsgálaton. Az az igazság, hogy nevet, meg ház, lakcímet, ilyesmit nem lehet felírni, és ezáltal én nem is gondoltam, hogy csináljuk belőle egy regisztrációs lapot, vagy egy valamilyen kis kimutatást, mert különösebben értelmét nem látunk, és a sétáló lappal ő mind elmegy oda, ahova éppen akar, és viszi magával, ha probléma van, elmegy az orvoshoz, mondta a doktornő is, hogyha ezzel a lappal elmennek hozzá, akkor ő fogadja ezeket a betegeket, és további vizsgálatra továbbítja, vagy küldi, vagy hát majd meglátjuk. Mennyire sikeresek egyébként az ilyen szűrővizsgálatok, hogy látod, mert azért ott vagytok, amikor a védőnők szerveznek ilyen programokat, vagy egyéb civil szervezet, akkor mindig te azt látom, hogy te úgy sürögsz, forogsz és szétnézel. Igen, egyébként szívesen méretik, hogy tényleg mi is a helyzet az egészségükkel. Hát akinek van igen magas cukorja például, vagy igen magas rossz eredményeket érünk, igen. Egy percre meghökkennek, hát aztán, hogy utána járnak ennek a dolognak, ez már az ő privát joguk, úgyhogy sikeres, úgy mondhatom, hogy sikeres. Most is sokan felhívtak, hogy jöhetnek-e, mert látták a Monor Honváros honlapján, hogy jöhetnek-e netán szűrőt. Természetesen, hát azért vagyunk, hogy mindenkinek az igény, ha erre van igény, akkor kiszolgáljuk ezeket az igényeket. Még egyetlen egy témában lenne kérdésem, ezt is most fedeztem fel a közösségi oldalon, megjelent egy plakát, hogy itt csütörtökönként sétáltok a Kistok körül. Igen, ezt nagyon szívesen propagálom is, mint ahogy beszélgettük, hogy a cukorbetegeknek nagyon jó a mozgás, sőt, hát elvárt is, hogy mozogjunk, nem kell futni, mert mi korunkban már ez nem igazán sikeres dolog. Igen, minden csütörtökön sétálunk a Kistó körül. Ez, köszönjük a városnak is, hogy ez a Kistó ilyen szépen rendben van, és körbe lehet sétálni, közben beszélgetés egymás. Hát olyan 10-20-25-en is szoktunk lenni, úgyhogy ez egy sikeres történetnek mondható. Természetes, hát aki mozgásképes, meg szívesen jön, mindenkit szeretettel várunk. Mindegy, hogy cukorbeteg egyesület tagja, vagy bárki, aki kedvet érez arra, hogy ott végig sétál velünk,
Hát jó kis társaság, jó kis beszélgetés, és hát közben megteszünk valamit az egészségünkért, és tényleg ehhez nem kell sok, csak egy kis jó cipő, meg két botocska, és már is indulhatunk, úgyhogy nagyon sikeres. Csütörtökönként vagyunk, eddig 3 órakor találkoztunk délután, a továbbiakban most óraállítás lesz, aztán már 4-kor fogunk. Azt hiszem, hogy még egy időpontváltás lesz, amikor már olyan melegebb idők vannak, akkor már még 5 volt olyan, hogy 5 órakor találkoztunk, és mentünk egy jó kört. Hát 2-3-szor végig sétáljuk a kis tót, nagyon, nagyon jó.